Azóta van minden mikrohullámos sütő dobozán egy macska vagy egy kutya, ami át van húzva. Jó, értem. Hogy ne, azt mondta, ne, Amerikában berakta a cicáját a néni, a mikrohullámokba, azt szegény nem bírta ki, beperelte a céget, megnyerte, és azóta van az, hogy de át van húzva. De azért hülyeség, mert például a porszívóra ilyen nincs rátéve. És van, aki... Nem lehet kalitkába porszívózni. Most bocsánat, én nekem is lenne egy kérdésem. Te most ne kérdezz, mert elmondom. Én a porszívók nekem nevében kérdezem. Nekem van egy kérdésem, csak most a macska kapcsán. Nekünk van otthon egy csirkénk. Konkrétan szétszettük. Na jó, de pucolva. Szétszettük, és ilyen pirosas lébe van darabokban. Most azt én nem rakhatom be a mikróba? Te olyan rajzot látsz, hogy egy macska itt darabokban van áthúzva? Azt paprikás csirkének hívják. Nincs ez rendesen szabályozva valószínűleg. Egyébként mi odáig mentünk el otthon, nálunk a nokedli is át van húzva. Mi odáig mentünk el, hogy valamelyik hajnalban hazamentem, és én voltam áthúzva. Igen, nem jössz be. Én azt a halvány dolgot akartam volna megkockáztatni, hogy egy idő után, mint minden, ezek a mikrosütők is Kínából fognak jönni. Hát ott hogy lehetne egy kutya áthúzva? Nem eszik a kutyát Kínában. Nem, rasszista megírálom. Kínaiak nem eszik. Tényleg, a múltkor leúrogta, hogy Vietnamban nem eszik, megkérdeztem, de eszik. Nem eszik. De eszik, egész nap. Akadjon a torkukat. Ne akadjon, állítólag finom. Tegye aki szerint eszik. Na, ugye? Szignifikáns eszik. De miért van az, hogy én itt egyedül maradok az állatokkal? De te megőrültél. Nem maradsz egyedül. Hát mi magunk sajnáljuk a legjobban, de vannak olyan országok, ahol azt, mint jó, mi a csirkénk, megesszik a kutya. Aztán, különben is az én lakásomban, náluk volt kutya a lakásunkban. Szeretném elmondani, mert mindenki komolyan, nagyon jó, mert ezt nagyon szeretem volna elmondani, mert nagyon sokan kérdezik, hogy a hajós tényleg ennyire utálja az állatokat. És szeretném elmesélni, hogy sétáltunk Pankával, ahol szoktunk. Találkoztunk Andrissal. De hogy? És Andris azt mondta... Négy kézlába. Ja. Igen. Szép történet, jó, maradjatok. Fényes nappal volt. Fényes nappal, na, tök józan volt. És azt mondta, hogy nem jöttök föl egy kávéra. Erre mondtam, de velem van a Panka. Azt mondta Andris, nem baj. Felmentünk a Pankával, és csak azt mondta a Pankának, az András a lakások kellős közepének, te vagy az első kutya, aki ide betette a lábát. És amikor elmentek, akkor azt mondtam, és ez volt az idő. A 24-43-59-es szám, hogy Sárbogárdi út 49. Jajajajaj. Mebor! Kész, de ilyen menetre. Jobb képet festeni, mint amit magadról festesz, és rögtön belekozol. Én próbáljál jobb képet festeni, ne róla. Azt mondta, szereti a kutyát, és nagyot nyelt. Hadd kérdezem, hogy szereted hasább burgonyában? Ne! Borgasztó! Ő nem látta! Hogy menjenetek el társas utazással a kannibálokhoz, oda! Leültettem az erkélyen, és beled. Akkor mondtam, hogy bemegyek, csinálok egy kávét, addig a Pankát becsorogattam, és beleültettem lábosokba, hogy menjen. Annyira gyáva! Mit csinált? Kiültünk a teraszára, vagy az erkélyedre, és ott ilyen rácsok vannak, és ilyeneket mondott át, miközben tudjátok, hogy nem fog kiesni, ugye nem fog kibújni és kiesni, ugye nem fog, és mondom, hogy a kutya okos, nem mászik ki, miről beszélsz, hogy lábosokban ültessünk? Bocsánat, a kutyát kérdeztem rólad, olyan állapotban voltál. Tudod mit, egy szar volt a kávét, kész. Amikor itt két állatbarát összeül.